Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ez itt a Partizán Pop, a Partizán média, ipari, tudat, ipari -ja. A mai vendégem Árpa Attila, mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, amíg nem tettétek volna, illetve ha szeretnének látni nem csak a szerkesztett verzióját ennek a beszélgetésekre, hanem a teljes, vágatlan verzióját is, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Kezdjük! Akkor a stúdió Árpa Attilát, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. A gyerekkorodról eléggé van szóval szoktál nyilatkozni. Én most egy nagyon speciális helyzetre lennék kíváncsi, amit egyáltalán nem érintettél még a korábbi interjúidban. Nevezetesen, hogy Münchenben születtél. Uh -huh. És ugye hát München az Németország egy rendkívül kitüntetett szereppel rendelkező város a XX. században a náci múlda meghatározott szerepe miatt, a II. világháborús újjáépítésben játszott szerepe miatt. Ugye te, amikor a 70-es években kisgyerek voltál, akkor az akkori film szintéren is rengeteg izgalmas folyamat zajlott. Fassbinder, Werner Herzog, ugye később aztán Mihály Hameke is ott született. Mm. Neked milyen emlékeid voltak Münchenben? Mit jelentett Münchenben felnőni kisgyerekként? München egy rendkívül rendezett város, és ez a bizonyos német precizitás, ez a klisé, amit szoktunk mondani, ez egyébként igaz, tehát a német pontoság, precizitás minden a helyén van, minden, minden alles in ordnung, ahogy szokták mondani. Úgyhogy miközben én akkor még nem fogtam fel, hogy mennyire kényelmesebb az élet egy olyan városban és egy olyan országban, ahol tényleg minden rendezett, és mindennek megvan a helye, és mindennek megvan a felelős embere, és ügyintézője, stb. Közben meg én mind egy ilyen zabolátlan kis kamasz, inkább úgy éreztem, hogy ez túlságosan szigorú, amit körülöttem történik. Egy ilyen nyomasztó penantéria? Így is lehetne fogalmazni. Amikor mondjuk épp kiszökhettem mondjuk Budapestre, mert idejöttünk a Balatonra vagy Rokonokhoz, akkor azért ez egy ilyen hatalmas nagy különbség volt. Tehát a München az a, az a steril műtő volt, és a Budapest pedig a a, nem is tudom, piszkos fedféle kikötői kocsma, ahol mindent lehetett. És segíts meg, értem, ezt soha nem értettem. Tehát aki Münchenben nő föl, annak miért a Platinzé, miért a Balaton a nyaraló helye? Tehát miért Magyarország jöttetek nyaralni? Olcsó volt, a rokonok voltak itt, vagy más szempontok játszottak szerepet? Nyilván nálunk a rokonok is, de mondjuk a legtöbb kelet vagy akár német azért tűnik, igen, mert rettenetesen olcsó. Nagyon jó hangulata, Jók az ételek, szépek a nők, ezért, és ott közel van azért. Münchennek ez a sajátos szociokulturális karakterjegyei, tehát az, hogy ugye Dachau az első megsemmisítőtábor, nagyjából 10 km van a várostól, ez hogyan szűrődött be a te tudatodba egyáltalán? Tudatában volt -e annak, hogy milyen kitüntetett helye van a 20. században Münchennek? Fiatalkoromban egyáltalán nem. Tehát érdekes módon ezt az egész múltat, ezt a történelmet, nem azt mondtam, hogy nem kapott hangsúlyt mondjuk az iskolában, de olyan távolinak tűnt, és olyan szinten mindenki úgy érezte, hogy nincsen már közünk ehhez, hogy ez tényleg olyan volt, mint egy nem is tudom, bármilyen másik múltbeli emlék, pedig Münchenben ott áll a, a Herenzál, meg a zigesztor, meg azok a helyek, ahol Hitler személyesen tartotta a beszédjeit. Nem, valahogy, valahogy a müncheniek nem, nem tudom, lesütött szemekkel sétáltak a saját városokban, hogy itt mi minden történt még egy pár évtizeddel ezelőtt, milyen szörnyű dolgok, egyáltalán nem. Osztálykirándulások léteztek, Dachauba természetesen léteztek osztálykirándulások, amikor a történelmileg fontos pontokon végigmentünk a városon. És persze mindenki tudta, hogy ezek szörnyű dolgok, amik történtek, és amiket a nácik műveltek. De nehezen átélhető volt. Abban egyrészt a kor, fiatalok voltunk Még én azért 15 éves koromban már elindultam Münchenből máshova a világban, meg mondom, nem úgy volt ez becsomagolva. Nem azt mondták a történelmi tanárok, hogy olyan borzasztó dolgot tettünk mi és az őseink, nem, hanem hogy voltak a nácik. Mondom, nagyon távol tűnt, távolnak tűnt tőlünk mindenben, években, felfogásban, korban, mindenben. A Fazbinder életírásából lehet tudni azt, hogy a 70-es évek, 80 es évek elején Münchenben a rendőrség egy ilyen nagyon militáns és nagyon homoszexuális ellenes volt, kifejezetten homofób a rendőrfőnök. Nem tudom, hogy pontosan mi volt a titulusa, de a lényeg az, hogy így kifejezetten üldözte azt a színát, aminek maga Fazbinder is egy tevékeny volt. De hogyan emlékszel vissza a rendőrségi viszonyokra Münchenben? Neked volt-e bármilyen személyes élményed, vagy emléked erről? Igen, tehát Bajorország az egy rendőr, egy rendőr állam abszolút. És a német rendőrség teljesen másképp működik, vagy működött akkor, mint a magyar. Vagy inkább úgy fogalmazok, mint az akkori magyar rendőrség. Tehát az egy nyílt titok volt, hogyha egy külföldi rendszámú autóval idejöttem, és megállított a rendőr bármi miatt, akkor a Akkoriban azt hiszem, hogy 1000 forint pont elég volt, hogy így kinyújtsak és tovább engedjen. Ü meg ha éppen nem erről beszélünk, korumpálásról, akkor ki lehet dumálni a dolgokat például. De hát úr mm. az van, hogy uh, Németországban nincs, nem volt ilyen soha, és uh, pont ez volt a baj, hogy annyira szigorúak voltak a szabályok, mindent be kell tartani, meg lesz büntetve, nincsen olyan, hogy szemet hújunk és és persze sajnos volt összetűzésem a törvénye Németországban egyszer-kétszer, mint kamasz. Az én is kérdezem, mert több intérvővel beszéltél elő a Karantász, jól mondom, talán, bandáról, <laughs> aminek előleg mi most is ott van a Vádlidon egy tetkója. Igen. Kólya. Igen. Ez mennyiben volt egy tudatos lázadás? A környezet, a rendőrállami jelleg ellen, tehát ez, ez ezzel való megküzdésnek volt az eszköze, ez a banda? Volt benne biztosan az is, de csak ellenük. Tehát más ellen nem, nem nagyon kellett lázadni, mert egyébként egy jó gyerekkorom volt. Uh -huh. Úgyhogy szüleim is mindig igyekeztek mindent megadni, amit tudtak, hogy amire szükség volt Németországban, eleve azért mások ott a viszonyok. Pénzügyileg például, úgy értem. Um, úgyhogy igen, ez leginkább arról szólt, hogy anarchia a rend ellen, a rendőrség ellen, a rendszer ellen, de ez egy gyermeketes hülyeség volt, inkább egy ilyen kamaszkori lázadás. És mégül miért küldtek egy ilyen javító nevelő táborba egy héten keresztül. Hát ezért. Ezért volt a... lopás vagy mi volt. A... Azt hiszem hogy az volt a fő oka. Igen amikor szétestünk akkor már mindenki mindenkire tehát Nem voltunk olyanok mint a mexikói bandák hogy ja, az egymás mert... szolidaritást hamar szétszett a rendőrség. Uh, igen persze és hát fiatalok voltunk 15 6 7 évesek voltunk akkor. Uh, és igen, akiket meg a bandának a vezetőnek vélték, mert én ott nem a nagy kóré voltam, hanem egy azok közül, akik a vezetők, a underboss, úgy hívtuk akkor. Hányos volt akkor? 15 talán. De nem voltunk egy veszélyes banda, oké, okay, nyilván voltak felekedések, de másik bandákkal egyébként, de amúgy igen, ilyenek voltak, hogy bolti lopás, talán verekedés, metró megrongálása, graffiti fújás, tehát ilyenek, ilyenekkel foglalkoztunk. De... Magyarország számodra mikor kezdett el tudatosan egy ilyen esetleges oktatási szintérként, karrier szintérként megjelenni a mentális térképeden? Én ugye több országban is éltem és dolgoztam, és foglalkoztam már filmmel és tévével. Az utolsó stáció pedig Németországban volt alapámmal együtt egy tévésorozatot gyártottunk, a Király címmel, ami egyébként Magyarországon is adásban volt. és tulajdonképpen ott jöttem rá arra, hogy vagy megyek a ranglétrán, ahogy kezdtem, tehát, hogy parkolni tilos táblákat felteszek a forgatás előző este, és akkor innen feldolgozom magam, azt hiszem, hogy felvételvezető környékén tartottam akkor éppen. Tehát vagy ott, onnan megyek tovább, hogy filmrendezővé váljak, vagy végzettség és filmfőiskola. És uh, tulajdonképpen több szakemberrel beszéltem, és többen javasolták azt, hogy a jó út a főiskola. Simó Sándor miért vett fel az osztályba szerinted? Hát mert fizettem. <laughs> Nem. Úgy volt, egyébként tényleg fizettem, mert külföldi állampolgárként kötelező. Akkor ez egy kvóta volt, kvázi? Igen. De úgy történt, hogy én a rendező szakra felvételiztem, és arra pont azért nem vettek már fel, mert annyi tehetséges fiatal jelentkezett, hogy akkor a külföldit akkor azt nem veszük be. De azért csak láttak valamit bennem, és természetesen abban a pár ezer márkában, amit havonta <laughs> fizettem, mint külföldi, és akkor tulajdonképpen abban egyeztünk meg, hogy én a gyártás szervezési osztályba kerülök, ami viszont ugyanúgy a Simó Sándor osztálya alá tartozik, és ugyanazt fogjuk tanulni két éven keresztül, és majd csak utána elválnak a rendező, a vágó, az operatőr és a producerek. De ugyanúgy együtt is maradunk, mert csinálunk majd együtt diplomafilmeket, filmeket, úgyhogy ez volt így az alkú. RTL Klub. Na. Számos legendő vezeti azt hogy hogy kezdtél el egyáltalán, tevékenykedni. De mikor vetted hírét annak, hogy jönnek kereskedelmi tévék Magyarországon, pontosabban, hogy befektető csoportok elkezdik liberalizálni a tévépiacot? Akkor pont főiskolás voltam, tehát pont a, Szentkirály Szent Király utcában ültünk, és éppen azon gondolkodtunk, hogy hogy lesz belőlünk a második rimgyármos. És jöttek a hírek, hogy indulnak majd kereskedelmi tévék. Én ugye az RTL jól ismertem hiszen Németországban ezen nőttem fel és egész Európában már voltak csatornák az RTL csoportnak. És uh, amikor így lehetett hallani ilyen Urban Legendeket hogy mennyi pénzt hoznak mit, mit terveznek um, akkor azért úgy az ember izgatott lett hogy ebben részt szeretne venni van, mi filmesek azért akartunk részt venni, mert azt hittük, hogy majd rengeteg filmet fogunk nekik gyártani, tévéfilmeket, stb. Mert a tévéfilm mind műfaj akkoriban is már Németországban, Franciaországban egy nagy dolog volt, és a legszebb és értelmesebb alternatíva a mozifilmhez. Tehát, hogyha nem tudsz mozifilmet csinálni, mert nem kapsz elég, elég pénzt rá, vagy nem nyersz egy pályázaton, akkor ott volt a tévéfilm. Úgyhogy így indultunk neki, hogy majd akkor mi csináljuk a következő évtized összes tévé az rtl -nek. Nem teljesen így alakult. 97-ben te mit gondoltál a magyarországi televíziózásról? Tehát akkor ugye az MTV volt a piac vezető, hát nem is nagyon volt piac, szomszédok volt a sorozat, mellette a Dallas lehetett megnézni, illetve Federikus Sándor dominálta a különböző sóival mm. és műsoraival a szinteret. Hogyan láttad ezt a piacot akkoriban? Hasonlóan, mint a magyar filmet, ha bekapcsoltam a tévét, akkor valamiért a magyar tévéműsoron lehetett érezni, hogy valami szegényebb, olcsóbb, egyszerűbb, mint az, amit, amit megszoktam. Um, hát Friderikus volt, ahogy te is említetted, szerintem a nagy ász, tehát őt én is mindig néztem. Meg hát az a ritkaság, hogy tényleg hatalmas, nagy világsztárokat tudott meghívni, szerintem egyedüliként. Igen. De az is volt bennem, hogyha most az RTL elindítja a csatornáját, és nekem ehhez közöm lesz, akkor volt bennem egy olyan megnyugvás is, hogy nem lesz nehéz dolgunk. Mert szerintem a nézők ki vannak éhezve már a kereskedelmi tévékre, és választásra, csatornákra, tehát hogy végre legyen hova kapcsolni, diverzitásra, nem tudom. Ez szerinted a nézőknek volt az elvárása a tévékkel szemben, vagy a tévék próbálták így legitimálni a saját pozíciójukat? Mind a kettő. Tehát, hogyha rá vagy kényszerülve arra, hogy ezt a három csatornát nézheted, és egyiken sincs olyan műsor, amit szívesen néznél, akkor ez a nézőnek nyilván rossz volt. A TV pedig tulajdonképpen tökéletes piaca volt, és minden országban, ahol kereskedelmi tévék indultak, pontosan ugyanez a Pontosan ugye ez a forgatókönyv záródt mindenhol. Azon nagyon kevés ilyen tévés top vezetők közé tartozol, akik a tévésből történő kiszállásokat követően nagyon éles kritikát fogalmaztak meg, nem csak a saját tevékenységükről, hanem általában a kereskedelmi tévés tevékenységükről. Egy picit ez már ilyen végjegyeddé is vált. Úgyhogy most nézzünk meg egy bejátszást arról, amikor az arcképben kadar beszéltél. Talán ez volt a legelső olyan megnyilvánulásod, ahol nagyon élesen kikeltél az egykori munkahelyed ellen. Nézzük meg most ezt! Okay. <laughs> és a kereskedelmi tévé olyan, hogyha benne van az ember, akkor nagyon sokan annyira komolyan veszik, és azt hiszik, hogy tényleg ez a legfontosabb dolog a világon. Hát ezeket az embereket tényleg csak sajnálni tudom. De akkor, amikor benne vagy, akkor nem veszed észre ezt, a, hogy egy, egy, egy tulajdonképpen olyan múkus kerékben vagy, ami, amiben te azt gondolod, hogy ez most a legfontosabb dolog a világon ha kijötsz onnan, akkor kívülről meg már csak mosolyogni tudsz ezeken a dolgokon. Tehát nem, nem, a legfontosabb esemény a világon az, hogy most kiköltözik ki vagy be egy egy, 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 rohadt bekamerázott villából. De ha mondjuk egy, mondjuk a világ vezető televíziós producerével leülnél egyszer szembe, és azt kérdezni tőled, hogy Attila, ott az RTL klubnál, amit te eltöltöttél időszakban, mire vagy a legbüszkébb? Tehát mutass nekem egy sórilt abból az időszakból, akkor mit mutatta, mi lenne az első? Nem mutatnék sorilt, hogy időben abba hagytam, arra vagyok a legnagyobb, abszolút igen. Azon elgondolkodsz igen. időnként, hogy mi lett volna belőled, vagy mivé fejlődött volna a te személyiséged, ha azt folytaszod? Látom minden nap a hírekben, hogy mi lett volna belőlem. Ott vannak a, hát nézzük meg az RTL mai vezetői, tessék, valahogy így néznék ki. Elég gusztustalan gondolat. Robertákosnak, Ákosnak vagy Kolosi Péternek címestem. <laughs> nem tudom már, azért volt bennem egy elég nagy düh uh, sokáig. Miért? Um, tö több, több minden uh, játszott közre. Az egyik az, hogy én nem nagyon akartam otthagyni az RTL klubot, hanem tulajdonképpen egy olyan kényszer helyzetbe kerültem, ahol már muszáj volt uh, kilépnem. Ugyanis volt egy megállapodásunk, pont Dirk Gerkenszer, hogy én akkoriban már rendkívül sikeres producernek számítottam, tehát tényleg minden műsor, amit indítottam, vagy majdnem mindegyik elég nézett volt, és segítette is azt, hogy megfordítsuk végleg a piacvezetési versenyt az RTL javára. És akkor tulajdonképpen azt kértem egyrészt, hogy legyen majd egy olyan fél éve, amikor egy játékfilmet csinálhatok, mert hogy ez a továbbra. Szabatikár akartál menni? Továbbra is ez a célom, igen. Másrészt pedig az is benne volt, hogy a való világot elindítom, a flagshipet, a, a nagy, nagy aduászt, de utána, az első évad után még visszaköltözök a központba, ugye, mert a való világ az kint volt a akkori MTV-nek a Kunigunda útján, konténerekből összerakott irodák, ugye az egész stúdiót és az egész villát ott építettük fel, mi az én kis csapatomban együtt, uh, és az volt a hogy ha ennek vége, és sikeres, és minden jó, akkor szépen visszaköltözök a Firodámba és csinálhatok mást. Uh -huh. Mert az soha nem volt titok, és a mai napig is így van, hogy maga a műfaj, a valóság so mint műfajt, hát nem a szívem csücske. Na, várj, ez szerintem borzasztó izgalmas. Te 25 évesen bekerülsz az RTL-be, 31 évesen távozol onnan kreatív igazgatóként, gyakorlatilag az, hogy hogyan alakultak ki a kereskedelmi tévés reflexek, működésmódok, abba így meghatározó szerepet tudott lenni egy bizonyos kereten belül, és mindig ide utalsz vissza, hogy a valóság show volt egy bizonyos értelemben vízválasztó vonal abban, hogy te azt érezted, hogy ez egy olyan produktum, amihez nem szívesen adod a nevedet, nem szívesen azonosítod magad ezzel. De ki döntötte el azt, hogy így nézzen ki a való világ? Mennyiben volt neked mozgástered abban, hogy ez a valóság show, ez milyen szereplőkből dolgozik, milyen konfliktusokra helyezi a hangsúlyt, mert hogy nekem egyébként alapvetően a valóságsóval semmi fajta morális vagy etikai fenntartásom nincsen, szerintem az egy rohadt izgalmas műfaj. Miért nem tudtatok belőle egy igazán rockstar műsort csinálni? Egyrészt azt gondolom, hogy a való világ egy rockstar műsor volt az első két évad biztosan. a tudsz azonosulni a mai napig? Nem. Maga a miért, műf... nem? Várjál, miért nem? Azért, mert maga a műfaj hogy is mondjam, egy picit lenézem, gagyinak tartom, trash TV-nek tartom. De azt, ami megvalósult, vagy általában a valóságot mindenki? Általában maga a műfaj. Tehát maga a műfaj, én nem tudnám nézni. Uh, egyszerűen nem nekem való. Ez lehet, hogy ízlésbeli kérdése, vagy igényesség, nem tudom. De ha tegyük hozzá, és nem is akarok álszint lenni, mert amikor a való világot gyártottam, akkor maga a műsor készítése, az viszont valami izgalmas volt. Tehát összerakni a nulláról, egy villát megtervezni, hol lesznek a kamerák, összerakni azt a 120 főstábot is irányítani, kitalálni, hogy mitől lesz más, mint a Big Brother a konkurencia, hogy ne tudjanak minket beperelni. Ha már ez a szabad kezünk van, és nem egy formátumot csinálunk, akkor viszont mindent bele, amit így eszünkbe jut, akkor tegyünk bele dolgokat, akkor küldjük be a, a blikket, hogy olvassák el már, hogy mit gondolnak az emberek róluk egy napi lapban, akkor használjuk már ki azt, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, és uh, tulajdonképpen ez a, az alkotási folyamat és gyártási folyamat, az valami izgalmas volt. A tartalom maga? Nekem a, akkor a az is, mert azt mondtam ugye ebben az interjúban is, ha benne vagy belülről, ebben a mókus akkor csak ez létezik számodra. Nekem csak a való világ létezett, a nézettség, a villa, a szereplők, csak ez létezett. Belülről nekem ez volt az életem akkor, majdnem másfél éven keresztül. Ne felejtsük el, hogy önmagában maga az egész infrastruktúra összerakása is négy hónap volt, éjjel-nappal dolgoztunk ezen, hogy el tudjunk indulni időben. Volt benne egy ilyen egészen furcsa patriotizmus, hogy mi a tehát a Big Brother leigázta az egész világot szó szerint, tehát amikor egy műsort többen néznek Spanyolországban, mint a foci döntőjüket, azért az sokat elmond. Amerikában is már sikeres volt. A prezentációm Luxemburgban, amikor azt mondtam, hogy igen, mi meg tudni csinálni egy saját valóságsót és megverni a Big Brother-t, az az Asterixnek az elejével kezdődött, hogy a római birodalom leigázta az egész földet. De van egy kis falu, ahol nem hagyják magukat, na azt mondtam, hogy ez lesz a való világ. És így is lett, ugye. Tehát tulajdonképpen kihasználtuk, élveztük, büszke voltam akkor maga a műsorra, még mindig nem a műfajról beszélek, hanem arról, hogy összeraktuk, sikeresek vagyunk, ott áll egy villa, ott lobognak a zászlók azzal a logóval, amit én egy szalvétára firkáltam, ott szól minden este és minden nap az a főcímzene, amit én írtam éjszaka egyszer zongorán, szövegestül, és benne van az az, hogy fenék, és mindenki hallja, és senki nem tiltja le. Az, hogy fenekem a címlapon, és a való világ elkísér, itt a létatét, a létatét is a, lét a, a te műved? Nem, a létatét az annó, azt hiszem, hogy Geszti Péteré volt, mint slogan a műsorhoz. De természetesen, a műsor cím, azt, azt, én adtam, Gangsta Zoli dalából. Vettem, átloptam, tök mindegy, hogy nevezzük. A logót tényleg szó szerint egy szalvitára rajzoltam, hogy két vébetű, hogy csinálják, ú, ez tök jó, szívverés. Majd azt mondta az orvos kollégám, kollégám barátom, hogy, hogy, te ez, tudod, hogy ez, ez valószínűleg azt jelenti, hogy mindjárt meghal az ember nem baj. Uh, igen, és akkor kellett főcímzene, rakjunk össze valamit. De miért amit? ez a szöveg? Tehát fel nekem a címlapon, és a való világ Jól emlékszem, ez volt, amit. Persze, az... gratulálok egyébként, hogy így emlékszel a szövegére. Ez tizenévesen szerintem a teljes generációnak beégett a. Szövegére. Nem emlékszem már, hogy hogy jött. Arra emlékszem, hogy az akkori feleségemmel éppen aludni készültünk, én éjszaka felébredtem, mert nem tudtam elkezdtem kicsit zongorázni kicsit szöveget írni és másnapra kész volt és bevittem a kollégákhoz és azt mondta hogy mehet a zene Azt jól sejtem hogy a kvarenteszos bandázásnak azért annyi folyamánya mindenképpen volt a felnőtt életedre hogy amikor ott kellett a volt ez a sztori a Big Brother háznál hogy ott az árammal hogyan próbáltatok turpiskodni annak érdekében hogy kvázi szabotáljátok a műsor folyamat elmondott hogy ez pontosan mit jelentett. Ez volt az a fajta, nem tudom, hogy nevezem patriotizmus, hogy tehát nyilván ott nem tartottam, hogy az RTL Klub logóját a Melkasomra tetováltassam, de azért tényleg az volt, hogy mi vagyunk az RTL Klub, a TV2 a konkurencia, meg kell semmisíteni, nem, nem is csak, hogy ellenfél, hanem ellenség. Ráadásul ugye a Big Brother-es Story ott tényleg... követtél el szabotázs akciót a Big Brother áramánlatása? Volt egy ellen. pár, volt egy pár apró igen. Hát akkor kérlek, most már be. <laughs> hát kérlek szépen azt, hogy az áramot lekapcsoljuk, az tényleg egy gondolat volt, és tényleg elkezdtük feltérképezni ott a helyzetet, hogy lehet-e ilyet. <laughs> Mert hát élő adás, csabung! <laughs> nekem volt egy, nem is egy, kettő helikopterem például. Való világos helikopterek, bizony, Vodafone támogató, szépen felmarcicázol, és... És? És akkor azokkal azért például elég élvezetes volt hogy a Big Brother villa fölött elrapködni, amikor élőadás volt, kicsit a hangot megzavarni, való világ matricákat leszorni, meg ilyesmik, azokat csináltuk. Azt csináltuk néha. Tehát tényleg nagyon vad ötletek voltak ott akkor. Az AGB-s ötletemről azt hiszem, hogy talán nem is beszéltem még, hogy hogy azért ez egy több száz milliárd forintos piac, amiről beszélünk a kereskedelmi tévézés. és minden pénz, és minden reklámozó, minden bevétel, minden adat egy dologra támaszkodik a nézettségre. A nézettséget egyetlen egy cég csinálja, az AGB, akik most nem kezdem elmesélni, hogy hogy működik, de reprezentatív, mint a több ezer háztartásba beépített kütyük, stb. Volt egy olyan pillanat, amikor azt kértem volna a hogy figyelje, Tegyünk már féle egy olyan kb. 500 ezer eurót nekem, nevezzük ezt a projektet uh, Let's Kill the Market, <laughs> és találjunk már meg ebből a pár ezer háztartásból néhány százat. És akkor tulajdonképpen lesz ott a kezedben 15%, akkoriban annyi serben, Ser. amivel azt csinálsz, amit akarsz. Hm? <laughs> Na most ugye ez az, ami ö, olyan visszavisszatérő, ö, megfontolás. Nagyon sokan próbálkoznak ezzel, hogy hogyan lehetne esetleg ténylegesen az AGB-nek a számait befolyásolni. Ez megvalósult valamilyen szinten ez a tervetek? Nem. Nekem sokszor... Értem. Hát szerintem, mert Dirk azt mondta, hogy inkább vigyel még egy viszkét, hogy ez ezzel a hülyeséggel. Nem látta ebben az érvényesülés lehetőséget? E lehet, hogy megcsinálta nélkülem, és ezért volt olyan ez sikeres az RTL éveken keresztül, nem tudom. Ez a nevez, de egyébként vannak ilyen hírek a Dirkkel kapcsolatban? A, a Conteo tényleg nem állt távol az egésztől, és gondoljuk bele, hogy több száz milliárd forintos piac. Az AGB nem tudom <coughs> hány bír, és ezen belül nem tudom, hogy hány munkatárs az, akinek tényleg hozzáférése van ahhoz a listához, ahol a címek rajta vannak. Vagy az a cég, aki szereli a kütyüket, és kimegy ehhez a címekhez. Ott van egy szerelő, aki kap nem tudom hány százezet havonta, egy szerelőről beszélünk, egy technikusról. Nem mondom, hogyha azt mondod neki, hogy figyelj, itt van 100 millió forint, így egy táskában. Nem mondd már, hogy nincsen olyan közülük, aki azt mondja, hogy oké, okay, a lista. vagy legalábbis a listának egy része. Ugye nem kell az összeset tudni, elég csak egy pár százat, és akkor már befolyásolhatod, ahogy akarod. Tény és való, hogy ugye változnak, tehát ez egy folyamat lenne. De látod, ebből is kiderül, hogy tényleg gondolkodtam ezen. Azt ez kijelenthető, hogy akkor te is azoknak a táborát erősíted, akik az AGB számaival szemben legalábbis szkeptikusak. Persze, erről a könyvemben is írtam, hogy kezdjük ott, hogy egy reprezentatív mintáról beszélünk, ugye korosztály, végzettség, nem tudom, gazdasági helyzet, reprezentatív minta. Kezdjük ott, hogy te nem engednél be egy ilyen szerelőt a lakásodba, hogy egy kütyűt szereljen a tévédbe. Kezdjük ott. Tehát a mai világban, amikor attól félünk, hogy egy vakcinában valószínűleg egy mikrocsip lesz, amivel majd megfigyelnek minket, ott beengedsz egy validegent, egy elektronikus kütyével a lakásodba, hogy aztán a végén két hónap után kapjál egy tollat vagy egy kávéfőzött cserében. Tehát kezdjük itt. Igen, rengeteg gondom volt az AGB-vel. Uh, nyilván akkor, amikor éppen a műsorjaim nem voltak sikeresek, csak akkor, amikor nyertem nézettségben, akkor minden rendben volt az AGB-vel. De azt is furcsának találom, hogy az életemben soha, az elmúlt 20 évben nem találkoztam soha egyetlen egy emberrel, aki azt mondja, hogy nálam be volt szerelve egy ilyen kütyű. Pedig felhívásokat is tettem közé. És hm. senki? Most nem. Hát majd kütő. most, hogyha valaki nézi. Én ismerek eseteket. valakit, aki, és láttam valakinél egy furcsa távirányítót, szerintem nála van kütyű, de úgy, hogy valaki azt mondja, hogy Szia, Kovács Béla vagyok, és igen, nálam be volt szerelve ettől eddig egy ilyen kütyű, és így nézett ki, soha. Pedig a könyvemben is írtam róla. Mónikában miért nem lettem magyar Oprah Winfrey? Neked erre mi a megfejtésed? Nem az volt a cél. Nem az volt a Jerry cél. Jerry Springer? Inkább már igen. Miért inkább Jerry Springer-t Magyarországon, semmit mondjuk egy Oprah winfrey -t? Azt hiszem, hogy a válasz boromi egyszerűen, mert nem találtunk Oprah winfrey -t. Alig találtunk egy Mónikát, tehát szerintem ennyi a válasz. Meg azért az igazi nagy Oprah Winfrey műsorok, azok sok pénzbe kerülnek, hogyha tényleg végigcsinálod az egész folyamatot. Nem, szerintem ennyi, ennyi, ennyi a magyarázat. Azért kérdezem ezt, mert számomra délután a délutáni talkshow szerintem szinte egy ilyen iszonyú, izgalmas formátum. Tehát ugye egy egész ország tanulhatja meg mondjuk egy ilyen műsorban azt, hogy mondjuk konfliktus kezelésben milyen eszközökkel lehet élni, hogy mondjuk például hogyan lehet különböző álláspontok között mediálni, hogyan lehet megismerni azt, hogy ki milyen szempontok szerint közelít mondjuk egy problémához. Tehát ennek azért volna edukatív ereje, miközben szórakoztató is tudna lenni. Ugye az igazán jó opera műsorokban mindig ez a egyszerre szórakoztató és közben meg valamelyest edukatív de nem is egyszerre teljesül. Szerintem erre ebben a társadalomban hihetetlen nagy igény lenne, hihetetlen nagy szükség lenne. Biztos, de nem a kereskedelmi évelek, a feladata edukálni. Semmilyen formában. Nem ne, a feladata. Azért, mert ez egy, egy vállalkozás, egy cég, abinek az a célja, hogy a shareholderek pénzt keresenek. De hogyha meg lehet egyszerre tenni azt is, hogy pénzt is lehessen keresni, plusz még a dolognak legyen edukatív ereje, és akkor miért ne lehetne ezt a két szempontot egyszer érvényesíteni? Mert én úgy emlékszem, hogy a legtöbb próbálkozás, amikor úgymond tényleg értelmes műsort szerettünk volna készíteni, vagy edukálni, akkor az nem érdekelte a nézőt, elkapcsolt. Uh -huh. és, és akkor a végén pedig megint csak az a kérdés, hogy miért csináltátok ezt a műsort, Hát edukálni akartok, biztos. De most akkor Mónikának ti milyen funkciót szántatok? Tehát a Mónika mi volt a funkciója a csatorna egészében? Egy napi délutáni műsor, aminek egy stabil nézőközönsége van, ami felvezeti a főműsoridőt, ami tulajdonképpen egy formátumot vagy egy műfajnak az úttörője lehetne, és természetesen itt megint csak a nézettség volt a lényeg. És mivel itt is tehát mindig egy külföldi mintát elővettünk. Azt hiszem, hogy a Monika Show esetében a Barbara Schaefer című német műsor volt. Később a tv 2 amikor a Josi barátot gyártottam, akkor Dr. Phil volt a példa, amerikai formátum. Ja, úgyhogy így. És akkor azt lőttük be, hogy ez igen, kicsit tes, kicsit az emberi problémákkal foglalkozik, mindenki számára érthető, ne felejtsük el, hogy a tévé néző közönsége délutánunként kicsodák, leginkább otthon ülő háziasszonyok, őket kell tehát megcélozni, és akkor ilyen témákat és ilyen színvonalat lőttünk be. De ez a ti értékíteletetek volt, tehát nem biztos, hogy ezek a nézők pontosan ezt kívánták volna, mert hogy arra igazából nem került soha sor, hogy megpróbáltatok volna egy olyan Mónika sót csinálni, mondjuk ténylegesen ezeknek a délután otthon ülő, én nem tudom, de ha te elmondod, akkor készséggel eliszen, tehát hogy a délután otthon ülő anyák vagy asszonyok problémáit keretezni, Miért nem tettetek erre esetleg kísérletet, hogy olyan problémákat, olyan élethelyzeteket, olyan társadalmi csoportokat hozzatok be, akiknek tényleges problémáik vannak, és a nézők nem csak ráismerhetnek élethelyzetekre, hanem saját magukra ismerhetnek rá? Talán azért, mert akkor azt már nem szórakoztatom, is lehetett volna hívni. Szórakoztatás, ne felejtsük el ezt a szót. Show business, entertainment, ezek nagyon fontos kulcsszavak. Szórakoztatni szeretnénk elsősorban. És utána élhet minden más. A kettő szempont az éles konfliktus már egymással? Ha, ebben az esetben igen. Hát én nem gondolom azt, hogy a délutáni uh, tévénéző, vagy akkoriban a pont AGB és egyéb statisztikák és felmérések szerint kik tévéznek, kik kapcsolják be, kik döntenek, hogy mi megy a tévébe, még akkor is, ha csak háttértévé, kik ők és mi az igényük, és azt kell kiszolgálni. Őket kell szórakoztatni, és teljesen mindegy, hogy azért vicces számukra, mert ismerős a helyzet, vagy azért, mert röhögnek egy, egy szereplőn, hogy mennyire hülye és egy kis elégtételt is kapnak, hogy na, vannak nálam is hülyébek, tehát. Mennyire értesz egyet azokra a kritikákra, amik azt mondják, hogy a Mónika Show az egy ilyen nettópról így műsor volt? Biztos voltak adások, amikor ez is megtörtént. Én megint csak azt tudom mondani, hogy amikor beindítottam, akkor még foglalkoztam vele, és azt gondolom, hogy az akkori főszerkesztő a műsornak, a Herman Pierre, neki volt azért egy, egy, egy értékrendje, ami ezt a nagyon-nagyon Brutálisan primitív dolgot nem engedte. Én amikor elhagytam az Eltért, már nem foglalkoztam a műsorokkal, de ezek a, hogy is mondjam, fogatlan, kedves, vidéki emberek, amikor összeverekedtek a Mónika az már az már nem alá tartozott. Aha. Lehet, hogy egy-kettő ilyen volt, de egészen biztos, hogy nem ez jellemezte a műsort. Ugye iparági plegykák alapján azok a szerkesztők, akik a Mónika a vendégeit válogatták össze, a konfliktusokat skriptelték, elég erőteljesen megerősítik azt, hogy itt azért, tehát itt azért gerjesztett konfliktusok voltak, olyan konfliktusok voltak, amelyeknek a szereplői nem is biztos tudtak egymásról, amikor elvállalták a műsorban való szereplést, hogy, hogy kivel fognak találkozni. Mennyire éltetek vissza a hatalmi helyzetetekkel a szereplők kárára? Ahhoz, hogy Műsort csináljál, és tartalmat néha kellett. Igen. De ez már a szerkesztőkön múlt. volt az a szerkesztő, aki azt mondja, hogy nekem ehhez nincs gyomrom. Én... Tettél ki te vörös vonalakat, mint aki szerkesztő, vagy hát olyan vezetője volt -e ennek a műsornak? Nem, mert rendkívül dinamikusak voltak a, a történet alakulásai. Tehát azért nem tudtuk mi mindent előre megtervezni, hogy ki hogy fog reagálni. Mi csak oda tudtuk tenni az alaphelyzetet, és akkor reménykedni abban, hogy ebből műsor lesz. Hát volt az a szerkesztő, aki azt mondta, hogy bocs, de nekem nincs gyomrom ahhoz, hogy megkérjem a csajt, hogy azt csinálja, hogy amikor majd bejön a, a féltékeny ex -e. és Volt, aki azt mondja, hogy figyelj, szerintem csináljuk ezt, és akkor óriási bunyó lesz, hát ez tök jó nekünk. Heti hm. Hm. Mi Miközött volt a formátum Magyarország bevezetéséhez? Ugye ez egy német formátum, te is már mondtad, Sieben tagen, Sieben köpfer, ha jól mondom. Mi Miközön van hozzá? Hát szerintem jóformán az akkori programigazgató én mi ketten hoztuk be. Találtuk ki hogy egyáltalán létezzen legyen jöjjön létre Magyarországon. Zimtage, Zimköpfe ugye a német formátumnak a címe. És uh, megnéztük bencével, és úgy döntöttünk hogy ez egy, ez egy tök jó műsor. Nem túl drága mert ugye igazából a szereplőknek a gázsia viszi a, 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 a nagy részét. Lehet hetente csinálni. És uh, fogjuk neki. Miért pont Ónó kértétek föl, hogy ezt az egészet producerként egybe fogja tartalmi értelemben? Nem őt kértük fel először, hanem Kovács Kristófot, aki akkor éppen a sóderrel bizonyított, hogy ért a humorhoz, ért az ilyen fajta humorhoz. Van tökre ahhoz, hogy politikailag is, ha kell, megszólaljon, vagy politikai humort engedjen, írasson. És hát nyilván egy, egy profi producerről beszélünk, és először őt kértem fel. Egy olyan költségvetést adott le, amivel nem tudtuk megegyezni, tehát nagyon magas árakat írt, és akkor én voltam az, aki az Onodi Gyuriért ért harcolt, mert előtte már egy, egy műsor itt jártottunk, és arra gondoltam, hogy ő lehetne alkalmas erre. Ugye ez egy politikai rendkívül izgalmas időszak Magyarországon. Az első Orbán kormány idejét éljük, és ugye ezek a nagy politikai csatározások az MSP és a Fidesz között eredményezték végül azt a csatorna kiosztást, ami az RTL Klub indulását lehetővé tette. A jobboldali kritikája úgy szól a heti hogy konkrétan ez, hogy ez a műsor elindult, és alapvetően ugye az Orbán kormány legfontosabb ilyen kritikai felülete lett, széles körben milliók számára tette lehetővé azt, hogy így nevessenek hétről hétről az Orbán kormányon, hogy Ugye ez igazából egy mszp -s érdeket szolgált ki. Mm. Milyen politikai erőteret érzékeltél a heti körül, és hogyan tudtál lavírozni ebben a politikai erőtérben? Mi szerettünk volna lavírozni, de nem tudtunk. Mindjárt el is fogom mondani, hogy miért. Kezdjük ott, hogy egy politikai, közéleti humor műsor, humoros műsor, kabaré műsor, beszélgető műsor szerintem mindig a mindenkori kormány ellen kell, hogy szóljon. Tehát kormány, párti humor vagy kabaré nem hallottam róla, hogy ilyen létezne, vagy ha igen, akkor biztos, hogy nem sikeres. Kezdjük itt. De egy kereskedelmi tévének mi a célja? Nyilván a nézettség, és ő nem szelektál, ő nem azt mondja, hogy ez a műsor most a jobb szól, és ez a bal. Nem, egy ilyen műsor természetesen mind két oldalnak kell, hogy szóljon. Már nem csak a nézettség miatt, hanem mondjuk az egyensúly miatt is. Mert a politikai egyensúly egy ilyen műsorban megint csak egy alapvető dolog. Ez volt a cél. Ezt csinálják a németek. Kőkeményen beszólnak, de mindenkinek. Miért? Mert a panel úgy van összetéve, és a műsor úgy van szerkesztve. Ez volt a cél. Aztán elindultunk a műsor gyártásával, ugye Gyurit kértük fel. Szeretném hozzátenni, hogy tényleg küzdöttem azért, hogy ő gyártassa ezt a műsort, mert voltak itt azért ellenvetések. Milyen ellenvetések? Hát, hogy más gyártó, más producer, és én, aki ugye nagyon szerette őt, és tulajdonképpen több műsort már gyártott nekem a szórakoztató osztályra, bíztam is benne és az ízlésében, meg a szaktudásában. Úgyhogy a te heti hetes külön kiadásodban, amikor elhangzottak dolgok a szájából, azokon eléggé meglepődtem. Akkor bocsáss meg, és meg, hogy pontosan mi hangzott el az ő szájából, mert készültünk erről is egy szállításra hmm? neked. Na. Mikor jött el az a pont, amikor az RTL Klub az esetben azt mondta, hogy meg kell néznünk, hogy miről fogtok beszélni. Mikor kezdődött el a műsnak olyan jelentősége lenni, hogy a csatorna akár a vágószobában, vagy már korábban a szerkesztőségbe elkezdett erőteljesebben belefolyni? Most vagy rosszak az információid, vagy én emlékszem rosszul. Semmilyen főső utasítást a műsor sem a hírszerkesztésben, sem a vágásban nem kapott. Soha a végén az Árpának az állításait? Mert ő azt állítja, felolvashatom, megengedett? Azt is, ahogy egyre több politikai poén hangzott el, egyre nagyobb politikai súlyt tulajdonítottak a műsornak. Észre kellett vennem, már mint Árpa Attilának, hogy az elfogadás, megtekintés egyre jobban akadozik. Egyre több ember szeretett volna ott lenni, amikor eldől, mi marad, mi esik ki. A végén ott tartott az így, hogy háromszor annyian ültünk a megtekintőben, és szinte szavanként állítottuk meg a kazettát. Már senki nem röhögött, mindenki vagy izzadt, vagy a körmét rágta, vagy egy tördelte. Ha ellangzott egy poén, a kazetta megállt, és minden tekintet mereven szegeződött az akkori programigazgatóra Gyöngyösi Bencére, majd Kolosi Péterre, és akkor ezt még hosszan taglalja. Meg kell záfoljam. Meg kell záfoljam, ebből egy szó nem igaz. A következő volt a történet. A, a felvétel éjszakáján összevágtuk az anyagot, ezt még akkor egy VHS-en elküldtük Kolosi Péterhez, aki megtekintette, és egyetlen egyszer fordult elő, hogy volt egy kérése, hogy azt hajtsuk végre, és az is indokolatlan volt. A heti hetes indulásakor még az RTL-nek ilyen tanácsadója volt, Schmidt Mária, Isten áldja a nevét. Te tudtad? Hát ezt tudjuk, igen. hogy ki ő. Hát persze, hogy tudjuk, nem. hogy ki ő. Az mit jelent, hogy tanácsadója volt Schmidt Mária az Egy rtl kur... Egy kurva szólt, nem... Ö, ö... Nem tudtam, hol, állod meg, hol áll meg a mondat, igen? igen? Nem tudtam, kutya, ez a kutya. Nem szólt bele. Szólt bele. Igen? Nem tudok róla, hogy beleszólt. Vagy ha beleszólt, akkor nem érdekelte a vezetőséget. Akkor várj, még egy utolsó ilyen média történeti adalék, aztán elengedem. Az, amit szintén állít Árpa Attila, hogy Pintér Sándor neve tabu volt, és hogy amikor egyébként elhangzott a neve, az komoly feszültséget okozott az akkori kormányzat, ez az első Orbán kormány, és a tévék között is ez a feszültség rajtatok volt szétterítve. Ez sem igaz? Hát én nem tudok róla, de én hát mondjuk... Egy... Én... Nem. Akkor egy utolsót hadd kérdezzek, mert Na, volt egy Népszabadság 99. októberében, amelyben ugye Schmidt Mária, egyszer volt a miniszterelnökségen tanácsadó, a miniszterelnöknek az egyik főtanácsadója, plusz az RTL Klubban is dolgozott, uh -huh. és az ő állítávi a Népszabadság akkori információi szerint volt egy adás, aminek a felvétele után még aznap berendeltek benneteket a miniszterelnökségre, Schmidt kezdeményezésére, és újra montíroztátok az, egy, az egyik akkori adás se. Egy, táló? egy szó nem igaz az egészből. Nem csinált az árpa ezzel, lófasz se. Ez e, e, nem csinált ezzel senki, lófasz se. Ezt Volna. mi csináltuk? Ez az attól a volt, hogy hát ők szólt egy rohadt szót, se én nem tudtam sokáig ki az az árpa, Attila. Kérdeztem, hogy ez a fickó miért van ott, amikor mi találkozunk. Egy rohadt szót nem szólt soha. se. Lehet, hogy ti tudtátok kicsoda. Bent át a sarokba, és azt hittem, hogy majd ő hozza a szendvicset, vagy a kávét ne. Az árpa ettől bocsánni és hogy nem pofázott bele. Persze, de, 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 de Ez a dolog lényege, hogy azt csináltunk, hogy az lubickoltunk, amit akartunk. Annyi, volt annyira intelligens, hogy én ez nem értek, meg hülye is vagyok az egészhez, nem szólok hozzá. Hát ez hosszú lesz, ja. Kezdj akkor bele. Nézzük csak. Kezdjük Kéri Lászlóval, mint minden egyes műsorom stábtagjának vagy szereplőnek neki is bemutatkoztam pozícióval és névvel, tehát nem mondom, hogy demencia, de valószínűleg egyszerűen csak nem emlékszik arra, hogy bemutatkoztam neki is, pontosan tudta, hogy ki vagyok, vagy ha nem, akkor egyszerűen csak nem figyelt, amikor bemutatkoztam. Tényleg minden stáb ott voltam, és tényes valahogy nem beszéltem bele, hanem csak jegyzeteltem. Az egyik fülemmel odafigyeltem a napi témákra, szerkesztés, Ugye volt a felvétel előtt mindig egy értekezett, hogy ki mit fog majd poénkodni és mondani. Ott így félfülel arra figyeltem, és jegyzeteltem, hogyha olyan dolog hangzott el, amire tudtam, hogy majd oda kell figyelni később. Ezek milyen dolgok voltak, amikre oda kell figyelni? E, majd mindjárt egy mert ugye szó kerül, majd az is szóba kerül, hogy akkor most hogy is volt ez a bizonyos cenzúra és beleszólás és átvágosos dolog. Mert hát itt is nem tudom, hogy Szegény Gyuri már demenciában, szóval tényleg egyszer csak rosszul emlékszik, de nagyon nem így volt, ahogy ő állítja. Tehát meg kell cáfolnom az ő cáfolatát, de ezt is majd mindjárt elmagyarázom. Tehát kezdjük ott, tehát valóban nem szóltam bele, hanem hallgattam, hogy mit lesznek a napi témák, ki milyen point tervezett rá, és jegyzeteltem. Az egyik része ez volt, a másik pedig az, hogy hát ugye volt ezen kívül még akkoriban talán nyolc másik főműsoridős műsor, idős műsor, amivel foglalkoztam, úgyhogy a másik fülömmel meg közben azokat intéztem. Ez az egyik, tegyük félre, akkor kéri László megjegyzését. Hajós András, hát imádom az András, tehát itt is van egy kis gond. Én 2002-ben hagytam, 2003 tavaszán hagytam el az RTL klubot. 99-ben indult a heti hetes. Egészen addig én voltam a felelőse ennek a műsornak az rtl belül. Ő 2004-ben csatlakozott. Tehát kurvára nem tudhatja azt, hogy én mit csináltam, vagy mit nem csináltam, vagy az ő idézetével visszaélve lófasz nem tudhat arról, hogy én a heti mit csináltam, vagy mit nem csináltam, mert csak egy évvel később csatlakozott a, a szereplőgárdához. De ez sem gond, mert nem kell tudnia, hogy én mit csináltam ott, mint készítő, ami mondjuk azért furcsa, mert ő is készített már műsort, és tudja, hogy mennyi feladata van egy ilyen műsorral. Hát azt, hogy Rolf, azt nem csináltam, igen, amikor ő csatlakozott, ez igaz. Mert akkor már nem dolgoztam ott. De nagyon szívesen előkészítettem neki négy éven keresztül azt a műsort, ami olyan színvonalat és nézettséget ért el, hogy amikor ő beült oda, akkor az már egy sikeres műsor volt. Tehát amikor azt mondja, hogy ezt mi csináltuk, azt számoljuk 2004-től. Úgyhogy ez, ez, ez Andrásra a reakció. Akit hozzáteszem, nagyon szeretem, hogy sajnálom, hogy így nyilatkozott erről. Mondom, arról nem beszél, hogy a Lófasz nem csináltam arra, amíg tegyük hozzá azt, hogy éppen hány műsorért felettem, még ezen kívül, és mennyi dolgom és munkám volt egyébként a heti hetessel. Aztán talán a legfontosabb része ezek a. Hát, mondom, és nem tudom, hogy. Tehát rossz indulattal tényleg azt mondom, hogy itt demenciáról van szó. Jó indulattal pedig azt mondom, hogy a múlt megszépíti az emlékeket, mert hogy nem létezik egyetlen egy kibaszott tévéműsor sem, amit nem vesznek át egy csatornán belül. A gyerek műsortól bármelyik műsoron át a végén valaki a TV csatornán belül megnézi és átveszi. Egy heti hetes felvétel a kb. két-három órán keresztül zajlott. A műsornak a hossza 50 perc. Szerinted nem vágtuk ki? Persze, hogy vágtunk, hát persze, hogy rövide kellett vágni. Mert hogy tartalmi szerkesztés van, az teljesen természetes. És most jön ez a része, így van. Mit vágunk ki? És itt jön a lényeg. Unalmas dolgokat, izléstelen dolgokat, politikailag necces dolgokat, igen, uh, túl személyeskedő dolgot, uh, figyelj, itt van 30 hír per műsor, Ebből tíz Orbán Viktorról szól, szerintem elég, hogyha a végén csak hátat vagy hetet íze hagyjuk benne, kapő kap, így is eleget, dobjuk ki ezeket. Nem, nem történt az, hogy fentről valaki lesz volt, hogy vágjátok ki, már mint politikai nyomásra, hanem ezt úgy hívják, hogy egészséges öncenzúra, ízlés és józan ész, hogy miket vágattunk ki, és nem volt egyetlen egy olyan adás sem, ahol nem kellett valamit kivágni vagy átvágni. Mi megkaptuk a kazettát, megnéztük, csináltunk egy listát, ami néha rövidebb volt, néha hosszabb. Ezt vágt ki, ezt vágt át. köszönöm szépen, visszament, átvágták, megkaptuk. Nem mindig. Politikai nyomás, akár közvetetten a tévévezetőségén keresztül, Nehezetett rátok, hogy hogyan alakítsátok a műsort? Nem. Ez igaz. Ez igaz, hogy ilyen nem történt. Nem szóltak ránk, nem volt politikai presszió. És a Schmidt-Mária féle dologra és egy olyan aranyos ezt nézni. Persze, hogy nem a szereplőket hívják be, amikor egy műsorról baja van valakinek, egy politikusnak vagy egy pártnak. Hát nem a szereplőt hívják be. Nem a szereplő állítja össze a témákat, és nem a szereplő vágja össze. Tehát nem Gálvó, hogy vagy Havas Herik vágja ki a műsorból, vagy vágja be a műsorba, amit gondol. És természetesen a műsor készítőt sem hívták be, mert azért valljuk be őszintén a műsorból, amikor már addigra nem tudom, hány adás lement, eléggé érezhető volt az, hogy itt azért a mérleg billeg. Balra. Nem volt titok, a szereplők nagy része is vagy nyíltan és vállaltan, vagy nem, de inkább baloldaliak voltak, baloldali szimpatizánsok. És Schmidt Mária az RTL Klub vezetőségével tárgyalt, nem aznap hívták be őket raportra, hanem tulajdonképpen egy mondjuk úgy, hogy Műsor, vagy nem tudom, hogy nevezzem, egy kultúrdiplomáciai beszélgetés volt arról a kérésről, hogy nem lehetne-e a politikai egyensúlyon egy picit ö, finomítani. Ez erről szólt. És jogos volt, és ezt kezdtem az elején is mondani, hogy azért billent el nagyon a mérleg, nem azért, mert mi egy baloldali megmondom műsort akartunk csinálni, hanem Bármilyen meglepő, mert nem találtunk jobboldali humoristát, vagy megfelelő szereplőt. Fábri Sándor. Pontosan jó példa. Köszönöm szépen. Végre. Tehát van itt egy-két olyan ember, akiről tudjuk, hogy rendben jobboldali. Behívjuk a műsorban, meg is tettük. Háromszor, igen. háromszor szerepelt. Szuper giganagy nézettség, mert önmagában az a hír, hogy Fábri beül a heti hetesbe, az már egy giga szenzációnak számíthat akkoriban nekünk. De mi történt? Beült, Próbálta hozni a saját formáját, és talán arra tudok asszociálni, aszociálni, amikor van egy összeszokott foci csapat, ahol játszanak, és jön egy új játékos. És ha az a játékos neked szimpatikus, akkor passzolsz neki, segíted, próbálod őt előre vinni, hogy tudjon ő is egy gólt rúgni. De ha nem az, vagy valamilyen formában nem értesz egyet vele, akár politikai szinten, nem passzolsz neki, nem engeded be. Fábris Sándor ezt a saját bőrén tapasztalhatta, hogy hiába ő a Fábri Sándor, akinek tök jó dumája van és humora. Ha nem engedi a hat vagy öt másik labdába rúgni, akkor nem fog itt semmi sem történni, és sajnos Fábri Sándor egy elriasztó példa volt másoknak. Más jobboldali esetleges szereplők, akik azt mondták, hogy figyelj, ha a Fábri nem tudod érvényesülni, akkor én hogy fogok? Úgyhogy inkább nem is jövök. Azt kérlek, el, hogy mivel tudtad azt elérni az RTL Klubnál, amikor eltávoztál onnan, akkor konkrétan hát elérted el azt náluk, hogy finanszírozzák meg az első nagyjátékfilmedet. filmedet. Ugye az Argót, aminek ugye a operatőre Christoph Witt volt, aztán későbbi második résznek is ő volt az operatőr, hogy jól mondom. Mm. Egy viszonylag alacsony költségvetésű, de azért így is magyar viszonylat a közepette drága produkcióról beszélünk, aminek az előállítási költségeit az RTL Klub nagy rész finanszírozta, tehát mivel tudtad rávenni az RTL-t, hogy amit nem tudtál kreatív igazgatóként megvalósítani, hogy ott olyan műsorok jöjjenek létre, amiket a te fantáziát szül meg, hogy utána, hogy eltávoztál az RTL klubtól, tehát már semmi érdekük nincs abban, hogy te ott legyél és valamilyen módon jól tartsanak, hogy akkor tojanak alá egy jelentősebb összeget és finanszírozzák meg a filmrendezői szájpróbálgatásodat. <laughs> um... A távozásom az egy megállapodás volt, és mint minden vezető, én is egy végkielégítést kaptam volna, és én akkor mondtam azt, hogy én nem szeretném ezt az x összeget, mint végkielégítést, amit zsebre teszek, hanem inkább kétszer annyit, vagy háromszor, mindegy, de azzal ti egy filmet fogtok finanszírozni. Ne felejtsük el, hogy ez egyrészt az elternek sem volt rossz, akkori adóigénylés és szempontjából, meg akkoriban azt hiszem, hogy volt még egy kvóta, hogy hány százalékkal kell támogatni a magyar filmet a éves reklámbevételből, tehát ezt is betudhatták ennek. Meg hát ugye az RTL Klub volt úgymond innentől kezdve a filmnek a média támogatója is. Úgyhogy igazából ennyi történt, meg... Ennyi és tálalt, ha hogy mekkora volt az összeg, amiben beszálltak? Hmm, azt hiszem, hogy nem, nem akarok hülyeséget mondani, inkább így viszonylag, már nem mondom. Nagyságrendet mondja. Százmillió talán. Egyébként azt mondod, hogy a magyar viszonylatokhoz képest sok? Nem, nem volt sok. Az első argó 280 millióból készült. Akkoriban mondjuk hasonló filmek, mint a Magyar Vándor és a kontroll vagy hasonló filmek, kétszer annyiból. Nem sokból. És hát saját finanszírozás. Nem, nem kaptunk támogatást az első argóra. Úgyhogy így. És ugye az, abban az alkuban, amikor abban arról beszéltünk, hogy a távozáson milyen körülmények között történik, vagy milyen feltételekkel, azért abban szerepelt még egy könyv is, amit, amiből felolvastál egyébként pont a szereplőinek. Az egy ilyen tervem volt, hogy szeretnék egy könyvet írni erről az egészről, leginkább megint csak szórakoztatás céljából. És az is része volt a dílnek. Tehát mindenki azt mondja, hogy botránykönyv, és leleplezen az RTL klubot, hát elárulom nektek, hogy Dirk Elkenc elolvasta ezt a könyvet, mielőtt kiadtuk volna, mert akkoriban már ugye az Argóval, vagy az első játékfilmmel való díl már állt. És azért így a közös barátságunk, bizalmunk és szimpátiánk alapja az is volt, hogy mi minden nem került be abba a könyvbe. Ezt akartam kérdezni, hogy tárgyalás technikai alapon használtad azt a könyvet azért, hogy aki szerz bizonyos részeket, akkor cserébe legyenek nagy a film finanszírozásával? Bár csak ezt mondhatná, mert akkor egy nagyon ravasz kis Frank Underwoodos húzás lenne tőlem. Nem ez történt, mert ők meg a másik oldalon azt mondják, hogy ha ezt viszont beírod, akkor beperülünk, és nincs pénz a mozithoz. Tehát azért ez egy ilyen egyébként meglepően jó hangulatban történő beszélgetés volt. És én úgy sétáltam ki abból a beszélgetésből, hogy a való világ kettő gyártottuk éppen, amit már szívből gyűlöltem, a feladatot. Tehát az volt ugye az egyik oka annak, hogy én tulajdonképpen már egy ilyen eh, szabadon repülő ágyugójó lettem számukra, mert már bennem volt az a dac, hogy oké, okay, megint még egy a való világ, ott a nézettség a lényeg, igen, akkor tessék, akkor megkapjátok bármi áron. És hát ott csináltam akkor olyan dolgokat, amik nem tettek túl jót a műsornak kereskedelmileg, meg mondjuk... Mint például? Hát olyan dolgokat hagytam benne, amik mondjuk elsötítéshez első vezettek. Talán... Szabotáltal a tévét, azt mondod? Nem, hanem inkább egy sértett gyerek voltam, aki azt mondta, Szabotárs. hogy akkor, akkor dacpol ez lesz. Hmm. Nézettség bármi áron, mesztelenség? Jó, legyen. Akkor tessék, mossátok meg egymást az zuhany alatt, mossátok ki egymás izé csajok, nézzük, hogy akkor ez hogy fog smakkolni a nézőnök. Na, akkor nézzük, hogy mikor ki fog először dugni, mert ez biztos nézet lesz. Igen, hát szabotás. Há, részben. Ugyanakkor meg még mindig ott volt bennem például az a, az a, az a nem tudom, anyatigris ösztön, hogy ez az én gyerekem, amikor mondjuk különböző szponzorokat nem engedtem be, mert azt láttam, hogy a Big brother is szponzorálják, aztán a kereskedelmi igazgató felé hogy ezt hogy képzelem. Sok hülyeséget csináltam, én is kerúgtam volna magamat. Záró kérdés Attila, hogyha majd valamikor néhány évtized múlva megírják a rendszerváltás utáni magyar média történet, a magyar média történetet, akkor szerinted mi fog szerepelni a neved mellett? Remél, remélhetőleg ugyanaz, mint a te édesapád neve mellett szerepel most. Mikor Díjas, Ilyenes <laughs> és tévés szakember? Aha, fontosan. A Kosudi az fontos? Nem, nem. De hát nyilván egy óriási elismerés, tehát minden díj fontos, a Kosudi is az, és szerintem nem azt kell nézni, hogy mostanában kik kapják, hanem hogy összvisz, milyen jelentősége volt a múltban. Um. Igen, egy, egy, hatalmas nagy dolog, egy Kossuth díj. Nem hiszem, hogy valahol fogok kapni. Előbb kapok szerintem Oszkárt, mint Kossuth díjat. Vagy mind a kettőt, de aztán az nem jó, mert akkor annyi, annyi helyen nincs a szekrényemet. De tényleg mi a mellette? Tehát, hogyha egy lexikont kéne írni a magyar médiatörténetről a rendszerváltás után, ki volt Árpa Attila? Filmkészítő, színész. Ez a kettő igazából. Rendező és színész, ez a kettő, ami a legfontosabb számomra. És a televíziós... Talán amerikai focista az még tetszene, és négyszeres bajnok, az jó. De a televíziós munkásságban az hogy <laughs> foglalnák össze? Szerintem a tévés szakember bőven elég. Azt gondolom, hogy kiérdemeltem azt a titulust, hogy szakembere vagyok a televízió készítésnek, de ennyi. Árpa Attila, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és köszönöm szépen a rendelkezésünkre által. Én is köszönöm. Ez volt a beszélgetés a Márpa Attilával, hogyha érdekel nem csak ez a szerkesztett verzió a beszélgetések, hanem a teljes vágatlan verziója, akkor egyrészt vagy látogass el a podcast platformjainkra, ahol korlátozás nélkül ingyenesen meghallgathatod a teljes beszélgetést, vagy pedig fizess elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül, ahol a vágatlan videós verzióhoz is hozzá fogsz tudni férni. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ami nem tetted volna meg, használd a like, illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezésére. Ha pedig bármilyen kérdésed, észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Az Instagramon is megtalálsz bennünket, partizán politika néven. Ha pedig nem szeretnél patronálunká válni, de hozzájárulnál a költségeinkhez, akkor van egyrészt egy számlaszámunk, illetve egy Paypal elérhetőségünk. Ide is várjuk a felajánlásaidat, és előre is köszönjük. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk. Addig is, ciao!